neked óta megvan a bajnoki cím, de most lett teljes ezzel, hogy az Újpestet legyőztétek itt hazai közönség előtt? Hát igen, én azt gondolom, hogy ez volt a habatortán ennek az évnek, hiszen nagyon-nagyon hosszú év volt, főleg így, hogy most jött ez a vírus is, megálltunk, újrakezdtük, tehát én azt gondolom, hogy ez fejbe is megviselt a játékosokat, meg úgy nagyon mindenkit, de nagyon jól tudtunk visszajönni erre az utolsó számunkra 10 mérkőzéssel, és mi azt gondolom, hogy nagyon jól tudtunk teljesíteni. Az első perctől kezdve látszott, hogy ti ezt a meccset nagyon meg akarjátok nyerni, nagyon bekezdtetek, és hát az Újpestnek olyan sok lehetősége nem is volt a gólszerzése, de te hogy látod ezt a meccset? Persze ez nem is volt kérdés számunkra, hogy annak ellenére, hogy megnyertük a bajnokságot, ez a mérkőzés, ez nagyon fontos mind nekünk, mind a szurkolóknak. Tehát így készültünk, és én azt gondolom, hogy az egész mérkőzést tudtuk uralni, és győzedelmes lenni. A Honvéd elleni meccs után talán Sigérd Dávid mondta azt, hogy egy kis pihenőt jó lenne, ha kapnátok, másnapra meg lett, adott a mester? Természetesen másnap az pihenő volt, és két napra rá teljesen újult erővel tudtunk visszatérni, de én azt gondolom, hogy mindenki nagyon óvatosan élvezte ki azt az egy napot, hiszen mindenki tudta, hogy ez milyen fontos ez a meccs. És mondtad, hogy hosszú szezon volt, és hát itt a koronavírussal ráadásul egy különleges szezon is, de ha visszaemlékszel erre az évadra, akkor neked mi az első pillanat, ami eszedbe jut? Az első pillanat én talán az Espanyol elleni mérkőzés lenne. Én azt gondolom, hogy ott kaptunk egy akkora lökést, ami végigvitt minket ezen az egész éven. Mi a titka ennek a Fradinak? Én azt gondolom, hogy az egység.